5 évvel a baleset után megszületett a jogerős döntés a 17 halálos áldozatot követelő 2017-es veronai buszbaleset ügyében. A vétkes sofőr 6 év letöltendő szabadságvesztést kapott, amit Olaszországban kellett töltenie. A további részletekért Sárközi Júliához kapcsolunk. Szervusz! Mit lehet tudni az ítélet részleteiről? Jó napot kívánok! Valóban 6 évről számolt be a sajtó. Ennyit kapott V. János, aki ismét nem jelent meg az olasz bíróságon. A tárgyalás kezdete óta ügyvédei képviselték, akiket korábban hivatalból neveztek ki mellé, később pedig ügyvédek vállalták a magyar sofőr védelmét. 6 év az eredmény ezen a másodfokú tárgyaláson, amely jelentős csökkentést képvisel az elsőfokon született 12 évhez képest, és az ügyészség és az ügyvédek közötti megállapodás értelmében ebből csak legfeljebb 2,5 évet kell börtönben töltenie a magyar sofőrnek. Ennek részleteit még nem indokolta meg a bíróság. Valószínűleg, hogyha a magyar sofőr Olaszországban vonul börtönbe, akkor ez 1,5 éven belül várható. Ennek helyszínét, pontos részleteit még nem ismerjük. Egyelőre a szülők, hozzátartozók számoltak be a magyar sajtónak, így szivárogtak ki az első hírek a velencei fellebbviteli bíróság bunkerterméből. Az olasz sajtó egyelőre semmi pontosat nem tud, hiszen a járványhelyzet miatt a bíróság nem adott ki közleményt, a sajtóhivatal sem működik. Ráadásul, mivel az olasz sajtót elsősorban az érdekli, hogy a magyar sofőrön kívül ki más terhel felelősség a súlyos, több emberéletet követelő baleset miatt, például az autópálya fenntartó és karbantartó társaság technikusai, műszaki felelősei egyelőre, velük szemben való vizsgálat továbbra is folytatódik, de egyelőre velük szemben ítélet nem született. Az olasz sajtó is még a híreket keresi, a bíróság indoklását, az ügyészség okait arról, hogy miért ködött magánalkut az ügyvédekkel. Ennek részleteit a következő órákban, ennek részleteiről a következő órákban tudunk majd beszámolni. És ehhez a mostani jogerős ítélethez milyen út vezetett? A borzasztó baleset 2017. január 20-a éjszaka történt. A Magyar Televízió kamerái az elsőként érkeztek, nem a helyszínre, hanem egy közeli szállodába, ahol a túlélők és a helyszínre egymás után érkező családtagok érkeztek, 17 diák veszítette életét azon az autópálya szakaszon, és 18-ként Víg György tanár is életét veszítette, akiről az olasz sajtóban is csak a hős magyar tanárként emlékeznek meg azóta is. A tárgyalás 2018 őszén kezdődött, akkor állították a sofőrt bíróság elé, és az elsőfokú ítélet, amely akkor még nem volt jogerős, tavaly nyáron 2020 nyarán született meg, ekkor 12 év volt a börtönbüntetés, ezen kívül a sofőrt eltiltották örökre a járművezetéstől Olaszországban, és az ügyészség 5 millió euróban határozta meg a kártérítés összegét. Ezek a feltételek továbbra is érvényesek valószínűleg. A bíróság közleményére várunk annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy a sofőrre milyen további mellékbüntetéseket szabtak ki a szabadságvesztés mellett. Sárközi Júliának köszönjük szépen!